Füstölt húsok, tojás és csoki nyuszi. A húsvét elengedhetetlen kellékei, amelyeket március 1-e és április 1-e között kiemelten figyeltek az élelmiszerlánc felügyeleti szervek. A tavaszi szezonális ellenőrzés 15 éves múltra tekint vissza. Azért indította el a NEBIH, mert a különböző ünnepkörök idején különböző élelmiszerek forgalma nő meg olyan arányban, amely a kereskedelmi és az előállítási folyamatokat is kockázatosabbá teszi. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is górcső alá vették az őstermelőket és a piacokat is. 2420 ellenőrzés történt, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 109 ellenőrzést végeztek a kollégák, 12 esetben szabtak ki bírságot összességében 420 ezer forint értékben. Országos szinten ez 15 millió forintot közelítette egyébként. A megyében különös problémát az általános dolgok jelentettek, tehát a különböző higiéniai problémák az üzletekben, a termékek tárolásával, az üzletek higiéniai állapotával, takarítottságával, a dolgozók higiéniájával kapcsolatos problémák vitték el a pálmát ebben az időszakban is. A dolgozó foglalkoztatottsága is rendszeres probléma a vármegyében. Ebben a szektorban ugyanis magas a munkaerő hiány, és az ünnepi szezonokban előfordul, hogy olyan munkaerőket is alkalmaznak, akiknek nem megfelelő az egészségügyi alkalmassága vagy a képzettsége. De más problémákkal is találkoztak a vármegyében. Mint minden ilyen időszakban több probléma is adódott. Összességében 34 élelmiszertételt kellett forgalomból kivonni a megyében, 508 kg mennyiségben, és éppen azért mondtam, hogy sajnos újra előtérbe került a lejárt élelmiszerek forgalmazása, mivel ebből a 34 tételből 24 ilyen lejárt élelmiszer volt. Egyébként füstölt termékeknek a nyomon követésével volt probléma, piaci árusítás körében. Sajnos ezt látjuk egyébként, hogy a piacok, vásárok, ideiglenes árusítóhelyeken fordulnak elő ezek a problémák nagyobb mennyiségben, illetőleg egy tétel húsnak az érzékszervi megfelelősége okozta azt, hogy ez nem kerülhetett a fogyasztókhoz. Összességében ezekkel az adatokkal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az országos átlagnak felelt meg. A lejárati időn túli értékesítés viszont jóval több volt, higiéniai hiányosságok pedig 8% fölötti arányban fordultak elő, ez is negatívan tér el az országos átlagtól.